A zsűri elnöke Kalapos István bontotta fel azt a borítékot, amiben a Kazinczy Díj Alapítvány Pécsi Blanka emlékére kuratóriuma megküldte a szövegeket. A felső tagozatosoknak meghirdetett szép magyar beszéd területi fordulóit hagyományosan a Csányszendrei Általános Iskolában rendezik meg. Ebben az évben 6 iskola jelentkezett 15 versenyzővel. Talán kevésnek hangzik, mi mégis örülünk ennek a számnak, mivel a Covid megtörte ezt a törekvést. Tavaly csak 9 versenyző vett részt ezen a megmérettetésen, idén már 15, úgyhogy nagy örömmel és lelkesedéssel álltunk neki a szervezésnek. Nagyon fontos az anyanyelvünk ápolása, ez a verseny pedig pontosan ezt a célt szolgálja. A résztvevőket az iskola tanulói dallal, verssel köszöntötték a verseny megnyitóján, azt követően az 5.-6. osztályosok, majd a 7.-8. osztályosok léptek a szakmai zsűri elé, hogy felolvassák a választott 20-25 soros prózai művet. Az irodalmat nagyon szeretem, ugyanis a verseket is nagyon kedvelem, és szeretem őket tanulni, és szerencsére hamar meg is tudom őket. És Weber Anikó a Platánsor rejtélye. Ebben készültem már. Színes volt a szabadon választott szövegek palettája, meserészletek, a szép beszédről és a természetről szóló tanulmányok, esszék tolmácsolását is hallhatta a zsűri. Volt olyan versenyző, aki az érzelmesebb írásokból válogatott. Én úgy vélem, hogy koromhoz képest gyakran olvasok, vannak kedvenc íróim, és írásban kifejezni az érzelmeinket szerintem egy nagyon jó dolog, és ezeket elolvasni is. Igazából én nagyon szeretem a romantikus könyveket, mert hogyha az én életemben nincs jelen, akkor legalább olvashatok róla. A zsűri több szempontot figyelembe véve értékelte a versenyzőket. Ez az a verseny, ahol nem az előadásmódot díjazza a zsűri és nézi, hanem az előadást oly módon, hogy megértjük-e. Tehát az értő olvasáson van itt a hangsúly. Így hát természetesen a helyes beszéd, a megfelelő artikuláció, a szünetek, tagolások, megfelelő alkalmazása, használata, ami elsősorban döntő lesz majd. A harmadik regionális fordulót a Dunától nyugatra eső vármegyék és Budapest tanulói részére 2024. április 11-13-a között Balatonbogláról rendezik meg, amelyen a 13-14 éves korcsoport első helyezettje vehet részt.